Köszönöm szépen tisztelt elnök úr, rektor úr, elnök úr, kapitány úr, diákok, szülők, kedves barátaim, óriási öröm itt lenni, hiszen hanem is ez az épület, de ez, a, ez az egyetem, ez az én almomáterem is, és öröm látni, ahogyan fejlődik, öröm látni azt, hogy itt ennek az épületnek a helyén volt egy, egy másik egyetem vagy főiskola, és az most úgy újult meg, gondolom majd lesz szó róla, hogy a világ legjobb színvonalának felel meg. Itt van ez az épület, de igazából ez csak kő, vas és üveg. És ebből az épületből az lesz, amit önök, amilyen szellemet önök bele szülnek, beleélnek. És nem csak önök, hanem azok, akik majd ezután itt fognak tanulni. Persze fontos a kuratórium, fontos akár még a kormány is, fontos az egyetem vezetése, a rektor, a kancellár, de egy idő után ők már nem lesznek itt. Önök viszont, akár hallgatóként, akár tanárként, akár alumniként, volt végzetként, itt lesznek. És az a szellem, az a lélek, amit önök belehelnek ezekbe a termekbe, az fogja meghatározni ennek az egyetemnek a jövőjét is. Mert nem csak egyes személyként van identitásunk, nem csak magyarként van identitásunk, hanem igen, van identitásunk azokon az intézményeken keresztül, ahol tanulunk, ahol dolgozunk. Azok a jó intézmények, ahol kialakul valamiféle identitás. Ugye mi elnök úrral régen együtt dolgozunk, a molban is, az látszik, a molban lett egy identitás, 25 évvel ezelőtt 5 milliárd euró volt az árbevétele. Ma 25 milliárd euró. Ennyit jelent az, hogyha valaki tudja azt, hogy kicsoda. Ugye én most miniszterként vagyok itt, a, nekünk a kormányban az identitásunk az ugyanúgy egy hagyomány továbbvitele. 1100 éve élünk itt a kárpát medencében mi magyarok. És azért, mert az identitásunk az a kötődéseink ápolásából, ápolásában testesül meg. És a kötődéseink hova kötnek? Kötnek a családunkhoz, ugye először az édesanyánkhoz kötődünk, kötnek a kisebb közösségeinkhez, az utcánkhoz, a falunkhoz, a városunkhoz. A nemzetünkhöz, az országunkhoz, és ilyen köt, kötődésünk van, valamiféle metafizikaihoz. Mindegy, hogy az ember Istenben hisz, vagy valamiben, az a lényeg, hogy azt tudja, hogy nem mi emberek szabjuk meg a végső szabályokat. És van még egy kötődésünk, amihez ragaszkodunk, az pedig az individuális szabadságunk és az alkotmányos szabadságunk. A nyugati világban nagyon sokszor az individuális szabadságot túl hangsúlyozzuk. De azt látni kell, hogy az individuális szabadság csak akkor él, hogyha van intézményes, alkotmányos szabadságunk. Hogyha van egy politikai közösségnek olyan közös szabályrendszere, amely keretet ad az egyéni szabadságunk megélésének. És ezt, hogyha lefordítom az egyetemre, ez ugye az akadémiai szabadság. Ugye ebben az épületben fogják tanítani ezt az új szakot, ami tan filozófia. Az pontosan erről szól, hogy hol vannak az alkotmányos, vagy a közösségünket jellemző szabályoknak a keretei, és hol van az individuális szabadságunk. Ezért hibás és méltatlan az, ami történik az Erasmusszal, meg a Horizonnal. Ugyanis az, aki azt állítja, hogy nincs akadémiai szabadság Magyarországon, az teljesen téved. Van egy tanárikar, van egy szenátus. Önökre senki nem kényszerítette azt, hogy milyen szakokat indítsanak. Ami megfelel a nemzetközi tudományos sztenderdeknek, azok a szakok itt lehetnek. És ez az, amit ápolniuk kell. De. Azon keretek között, ahogy mondtam, egy országnak is van alkotmányos szabadság és egyéni szabadságot, az biztosítja, önöknek is megvan az akadémiai szabadságuk, és azon belül tudják kiélni a saját ö, egyéni szabadságukat, mert az országnak még arra van szüksége, hogy önök kibontakozzanak. Ahogy Arisztotelész mondta, mindannyiunknak van, van egy kapacitás. Arra vagyunk teremtve, vagy a Biblia úgy mondja, hogy talentuma. Arra vagyunk teremtve, hogy ezt kifussuk. És önök hallgatók ezt követeljék ki a tanáraikból. A legjobb tudást követeljék ki. Ezért jött létre egyébként a, a, egyáltalán a modellváltás. Hogy az egyetemek minél nagyobb szabadságot kapjanak. Ugye a magyar kormány, az Erasmus meg a Horizon rendbe fog jönni, de ettől függetlenül a magyar kormány létrehozta az Erasmus helyett a Pannonia programot, ahol 10 milliárd forintból... Hogyha akarnak, és jó egyetemre akarnak menni a világban bárhol vendéghallgatónak, vagy vendégoktatónak, megadjuk a lehetőséget. Megadjuk a lehetőséget arra, hogy hogy a, a fakultás, tehát a tanáraik is jöjjenek, menjenek. És arra is a Horizon, Horizon program keretében, hogy közös kutatások jöjjenek létre. Ugye az első talán a Corvinus volt, ahol megalakult a... a az Institute of Advanced Studies, ahol most már nagyon sok olyan kutató összejött a világ minden részéről, akik bekapcsolják az egyetemet ebbe a nemzetközi keringésbe. És nem akarom lelőni a poén, de most jöttem haza az Egyesült Államokból, ahol a University of chicago most már hosszasan, már lassan két éve tárgyalunk Jim Heckman Nobel-díjas, 2000-ben volt Nobel-díjas professzor. Akit nagyon is érdekelnek azok a fajta szociológiai, illetve társadalomtudományi kutatások, amik folynak a Korvinus-on. A és abban reménykedem, hogy talán még ebben a fél évben, nem itt, mert neki ugye egy nagyobb hallgatóság jár, de valamelyik teremben jön és fog előadást tartani önöknek. Használják ki a lehetőséget. Ezt a kormány megteszi a Pannonia programmal és a Horizon programmal. Jelenleg a magyar felsőoktatásban 310 ezer hallgató ö, tanul. Abból 42 ezer külföldi. Az ön 11 néhány százalék. Ebből ezzel bent vagyunk a világ első 10-15 országában. De nekem az az álmom, hogy 2030-ra nem 42 ezer, hanem 100 ezer külföldi hallgató legyen itt. Minden negyedik hallgató legyen valonnan máshonnan és lássák azt, hogy igenis Magyarországon van akadémiai szabadság, jó az élet, biztonság van, és legyenek a nagyköveteink, sőt, legyenek olyanok, akik itt maradnak nálunk, és itt dolgoznak. Hogyha képesek vagyunk élenjáró iparágakban, autóipar, ö, ö, akkumulátorgyártás, a, a jövőt jelentő iparágakban élen lenni, és platform lenni, és ugye azért vagyunk platform, mert nem a 10 milliós piacunkért jönnek, hanem a 450 milliós Európai Uniós piacért jönnek, és azon túli piacokért. Legyen Magyarország tudásplatform. Jöjenek ide, itt tanuljanak, és menjenek tovább. Erre pénzt fogunk szánni, nem csak arra, hogy hallgatók jöjjenek, hanem, és ösztönzöm rektor urat, meg az egyetemnek a vezetését, hogy igen, jöjjenek minél többen, külföldi oktatók is. Ugye itt ezen az egyetemen már több mint a felét a szakoknak lehet hallgatni angolul is. Nem azért van, hogy menjenek el dolgozni, de ha van, hogy mondjam, echte nemzetközi terület, az a tudomány és a felsőoktatás területe. Ugyanúgy kell tudniuk angolul, mint magyarul, vagy esetleg más idegen nyelveken nekünk magyaroknak azért vagyunk itt 1100 éve, mert mindig versenyképesek voltunk. Ha itt akarunk lenni a következő 1100 évben, az az szükséges. Beszéljünk nyelveket, értsük a világot, az szükséges, hogy lehelyenek lelket, szellemet ebbe az épületbe, és nem utolsó van, az szükséges, hogy jó szerepeljen a csapat az Európa bajnokságon eh, a nyáron. Ehhez kívánok sok sikert, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és gratulálok az épülethez. Köszönöm.